Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem a felszólalásomat, hogy itt a parlament falai között is megköszönjem a magyar katonáknak a szerepvállalását, azt az elhivatottságot, amivel végzik a munkájukat külföldön, minden egyes misszió keretében, és ahogy azt már több képviselő társam is kiemelte, függetlenül pártállástól, hogy ez így is van, hogy egyébként a magyar katonák kiváló teljesítményt nyújtanak ezekben a missziókban, és rendre egyébként nemzetközi elismerésekben részesül, mind formálisan, mind informálisan Magyarország ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon dicséretes dolog, és itt is kifejezem a reményemet, hogy ezt a fajta megbecsülést talán a katonáink előbb-utóbb a kormányzattól is megkaphatják a honvédelmi politika keretében, hiszen bár akár, hogyha az illetményekről van szó, akkor azt el kell ismerni, hogy például a honvédelmi illetmény alapeltérítésre került. A köztisztviselői illetmény alaptól ezért ez 44.600 forint, viszont azért itt még bőven van tennivaló képviselőtársaim, úgyhogy azt gondolom, hogy akár egy új típusú társadalmi szempontból is igazságos nyugdíjrendszerrel, amely méltányolja és megbecsüli azt a szerepvállalást, áldozatvállalást, amit katonáink tesznek, és azt a megterhelést, aminek ők ki vannak téve, ám nyilvánvalóan ez minél további szolgálatra ösztönöz emellett, például egy ilyen nyugdíjrendszert azt gondolom, hogy be kellene vezetni. De hogy visszatérjek a missziókra. Rendkívül fontosak a magyar honvédségnek a missziói, elképesztően sok tapasztalat származik ebből. Nyilván nem mellékes az, hogy ezt a tapasztalatot katonáink hogyan tudják egymásnak átadni, és hogyan tud ettől fejlődni a magyar honvédség. Nem mindegy az, hogy azok a dolgok, amik esetleg megvannak elméletben, azok hogyan ültethetőek át a gyakorlatba. Nyilvánvalóan az, hogy az interoperabilitást növelik ezek a missziók, rendkívül jó szolgálatot tesznek a hazának. Azt is szeretném kiemelni, hogy az alapvetés, hogy a terrorizmus ellen fel kell lépni, és a szervezett bűnözés ellen fel kell lépni minden lehető eszközzel. Viszont sajnálatomat kell kifejezzem annak kapcsán, hogy sajnos a kormány azért nem teljesen ennek szellemében járt el az elmúlt években, és csak nagyon röviden ideidéznék pár nevet, Gait Faraon, Atiya Curry, aki a szír diktátor Assadnak a pénzmosó embere, és egyébként letelepedési kötvénnyel kaphatott letelepedési engedélyt Magyarországon, illetve Zaid Naffa, aki a terror szempontú biztonsági átvilágításon sikerült megbukjon, ők mind-mind itt lehetnek, és itt lehettek Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy akkor nyilvánvalóan nem kellene legyen kettős mérce, amennyiben terrorizmus elleni küzdelemről, és akár a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről beszélünk. És hát meg kell vizsgálni azt, hogy milyen körülmények között kérik önök ennek a határozati javaslatnak az elfogadását itt a házban. A körülmények. Egészen konkrétan Törökország október elején katonai agresszióba kezdett az Irakkal szomszédos Szíria területén működő iszlám állam elleni fellépésben szerepet vállalt, és a nemzetközi biztonság megteremtéséhez helyben nagyon sokkal hozzájáruló kurd fegyveres alakulatok ellen. Ezek a körülmények. És azt gondolom, hogy az, hogy a jelenlegi magyar kormányzat háborús bűnökhöz asszisztál azzal, hogy asszisztál és támogatja Erdogan török elnöknek a háborúját a kurdok ellen, az egészen vállalhatatlan, és hazugság az, hogy a kormánynak ez a fajta, nem tudom, külpolitikai, diplomáciai, minek neveznék önök lépése, azt gondolom fatális hibája, bármiben is hozzájárulna a nemzetközi biztonság megteremtéséhez, vagy esetleg a migrációs krízisnek a megelőzéséhez, vagy csökkentéséhez. Hiszen nyilvánvalóan az, hogy támogatnak egy háborút a kurdok ellen, akikkel úgy mellesleg meg együttműködnek a katonáink Irak területén, azzal egyébként csak, tehát minden egyes háború támogatásával csak növelik a migrációnak a lehetőségét, a migrációs krízist minden egyes ilyen lépéssel. Én azt gondolom, hogy ezzel ténylegesen fittyet hánynak a magyar nemzeti érdekre.
Ahogy önök is említették, 14 szeptemberében alakult meg az iszlám állam elleni nemzetközi koalíció, és Magyarország csatlakozását ez a koalícióhoz 2015 áprilisában szavazta meg az országgyűlés. Azt is szeretném itt kiemelni, hogy azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy küzdeni kell a terrorizmus ellen, és fel kell lépni ellene, ennek is számos módja van. Ennek a formának egy módja a katonai szerepvállalás, de nyilván nem ez az egyetlen formája. És arra is szeretnék utalni, hogy a hazai biztonsági rendszereknek és a lehetőségeknek a fejlesztése az egyébként mindenféleképpen szükséges lenne. Ilyen helyzetben is, amikor például egy ilyen javaslathoz kérik a támogatást, enélkül is, de ezzel együtt meg aztán végképp. A kormány viszont ezzel ellentétben sajnos inkább leépítette a hazai biztonsági rendszereket, mint hogy fejlesztette volna. És arra hadd utaljak még, hogy a Magyar Idők írta 2016 májusában, hogy kurd harcosok a Honvéd kórházban címmel, hogy az iszlám állam elleni harcokban megsemmisült kurd harcosokat ápolnak a Honvéd kórházban, a peshmergák magyarországi ellátására és rehabilitációjára, a magyar honvédség és a kurdisztáni erők közötti együttműködés alapján van lehetőség. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire kétszínű politikát folytat a magyar kormányzat, mert hogy ez egy helyes lépés, amit most idéztem például a Magyar Időkből. Viszont az, hogy egyébként ezzel együtt megtámogatják Erdogan elnököt a kurdok elleni háborúban, ez meg egy egészen abszurd és fatális hiba egyébként Magyarország biztonságára nézve is. Én tettem fel kérdést a Honvédelmi Minisztériumhoz, mindezek ismeretében. Három kérdés volt, sajnálatosan nem kaptam ezekre választ, őszintén szóval ezzel már nem lepődök meg. A három kérdés a következő volt: Törökország szíriai offenzívájának kormányzati támogatása miként egyeztethető össze a magyar katonai szerepvállalással Irak területén? A második kérdésem: miként befolyásolja a magyar katonák biztonságát az iraki kurdisztáni misszió kapcsán, hogy a magyar kormány támogatja Törökországot a kurdok elleni szíriai támadásában? És a harmadik kérdés, hogy felmondja-e a kormány a magyar-török védelmi ipari megállapodást, miután az EU tagállamok már bejelentették sorra, hogy minden fegyverkereskedelmi tevékenységet felfüggesztenek Törökországgal. Egyik kérdésre sem kaptam választ, most egyébként újra benyújtottam a minisztériumhoz, remélem, hogy esetleg államtitkár úr, talán ha a miniszter úr nem is, de talán államtitkár úr fog ezekre a kérdésekre válaszolni. Amíg ezekre a kérdésekre nem kapunk választ, mégis hogy kérhetnek felhatalmazást a missziónak a folytatásához? Milyen garanciák vannak? Milyen garanciák vannak a magyar katonáknak a biztonságára? Nyilván az adott keretek között, hiszen pontosan tudjuk, hogy a katonák úgy vállalnak szolgálatot, hogy óriási kockázatot vállalnak. Mindemellett nyilvánvalóan mindannyian szeretnénk azt garantálni, hogy egyetlen katonának se, egyetlen magyar katonának se essen baja. De a lehetőségekhez képest eszközökkel, egyéb megoldásokkal milyen garanciát tudnak adni? És milyen garanciát tudnak adni a magyar emberek biztonságára, akik itt vannak Magyarországon? Még azt szeretném kiemelni, hogy szomorú módon nem csak kommunikációban támogatja a kormányzat ezt az elítélendő török politikát, és ténylegesen háborús bűnökhöz asszisztálnak ezzel, hanem sajnos finanszírozzák is. Ugyanis jelenleg ott tartunk, hogy már szeptemberben cikkezett arról a sajtó, hogy török páncélozott terepjárókat vásárol a magyar honvédség, ráadásul ez közvetítő cégen keresztül veszi, ez megint egy olyan jellegű beszerzés, ami teljesen átláthatatlan. Pont egyébként Németh Szilárd államtitkár úr válaszolt egy parlamenti kérdésemre, melynek nyomán egy közérdekű adatigénylést merészeltem ismét benyújtani, amire persze nem kaptunk választ, egyébként ebben a perben most decemberben lesz majd ítélethirdetés. Elképesztő, hogy minden ilyen történetért egyébként pert kell indítani, de világosan látszik, hogy egy védelmi ipari együttműködéssel finanszírozzák is Erdogan elnök háborúját a kurdok ellen, akikkel meresleg Irakban együttműködnek a katonáink. Úgyhogy azt gondolom, hogy van mit átgondolnia a kormánynak, nem az ellenzéknek, a kormánynak van mit átgondolnia ezzel kapcsolatban. Én arra a kérdésre várnék választ a kormány jelenlévő képviselőitől, hogy egyáltalán honnan az indítatás, hogy növeljék
a szerepvállalást, ez konkrétan érdekelne, az pedig egyértelmű, hogy ezzel a lépéssel amilyen politikát folytatnak, ugyanis a missziók azok persze részei egy kormányzat külpolitikájának, annak szerves elemét alkothatják. Azt gondolom egyikünk sem naív ebben a kérdésben, viszont az, hogy egy kormánynak a fatális tévedéseit, hibáit próbálják meg kompenzálni a magyar katonáknak veszélyzónákba történő küldésével, szerepvállalás növelésével, amit egyébként erőn felül vállal, azt gondolom, Magyarország, és a többi nemzethez képest sokkal nagyobb a szerepvállalása Magyarországnak, mint arányaiban a többi hadsereg, a saját, vagy a kiküldött katonák a saját hadsereg létszámukhoz képest. Tehát nem arra való ez, hogy fatális hibákat próbáljanak meg kompenzálni, és ezzel sefteljenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a megnövekedett kockázatnak, amit pont többek közt a magyar kormányzati politika okoz Erdogan elnök háborújának támogatásával, nem lehet kitenni sem a katonáinkat, sem pedig az itt Magyarországon élő magyar embereket. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk.